Jó estét kívánok! Heti hír összefoglalónkat látják az elmúlt hét legfontosabb és legérdekesebb kerületi eseményeivel. 1200 négyzetméter várja, hogy élettel teljen meg. Mi legyen a Széchenyi téri üres telek sorsa? Ez most nem csak tűzoltás. Faltól falig újulnak meg az utcák. Az egészségügy jelene és jövője. Az egészségügyi árnyékminiszter volt a Demokrata Klub vendége. Hogy ne kelljen szabadságot kivenni. Napközbeni táborokat kínál az őszi szünetre a Csokonai. Közmeghallgatást szervezett az önkormányzat, hogy meghallgassa a rákospalotai Kossuth szobor mögött évek óta üresen álló telek hasznosítására vonatkozó lakossági ötleteket, egyben ismertesse saját elképzelését. Hosszú évek óta üresen áll egy telek a rákospalotai Széchenyi téren. A régi romos épületet már korábban elbontották, azóta parlagon hever, de ami fontosabb, hogy kihasználatlanul is. Ennek vetne véget rövid időn belül az önkormányzat. Hogy pontosan mit és milyen funkciókkal valósítana meg a hozzávetőlegesen 1200 négyzetméteren, az még nincs kőbevésve. Olyannyira nincs, hogy előbb ötletpályázaton, majd szerdán közmeghallgatás keretein belül várt ötleteket az itt élőktől. Tőlük függetlenül persze saját tervet is készítetett a hivatal nemrégiben, méghozzá egy közösségi parkra vonatkozóan. Ez a terület Rákospalota szívében található, egy olyan lakókörnyezetben, ami nem csak lakófunkciót, hanem jelentős intézményfunkciót is ellát. Számtalan intézmény fekszik a környezetében, itt a posta, szemközt a Széchenyi téri műemléktemplom, de itt vannak a hivatalok, iskolák, bölcsöde, rendőrkapitányság, tehát magyarán mit jelent ez? Nagyon sokan laknak itt, nagyon sokan élnek a környéken, és sokan dolgoznak, sokan járnak ide tanulni, ügyet intézni. Ez a Kossuth szobor mögötti rész már évek óta benne van az önkormányzat fejében, mint fejlesztési terület. Sokfajta gondolat megfordult, hogy mi is legyen itt. Mindig közösségi funkció volt a célja a fejlesztési gondolatoknak. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy leginkább egy közpark fejlesztéssel tudnánk élhetőbbé tenni. Bele tudunk gondolni vizes felületeket, vizes elemeket, bele tudunk télen jégpályát gondolni, egy kávézó, vendéglátóhelyet, hogy legyen miért megállniuk, legyen miért ott időzniük az embereknek, és jól érezzék magukat, aktívan pihenhessenek. A közmeghallgatást megelőzően nyitva állt a lehetőség, hogy az érintett terület közelében élők megosszák a terület hasznosítására vonatkozó ötleteiket az önkormányzattal. Mindössze ketten éltek a lehetőséggel. Egyikük kutyafuttatót, a másik sportlétesítményt szeretne. A közmeghallgatáson ismertetett közösségi park ötlete sem élvezett osztatlan sikert, de abban mindenki egyetértett, hogy a szóban forgó telekkel kezdeni kell valamit, sőt, kellett volna már korábban is. Hogy végül pontosan mikor és főleg milyen formában telik meg élettel a Széchenyi téri telek, egyelőre nem tudni. Az biztos csak, hogy nem marad parlagon. Számos kerületi utca vár felújításra, nem egy teljes körű rekonstrukciót igényel. Több közülük az elmúlt hetekben került sorra, az ősz és a tél közelettével viszont sietni kell a már megkezdett munkálatokkal. Egymást érik a játszótér és útfelújítások a 15. kerületben, különösen az utóbbi hetekben, hónapokban folytak egyszerre több helyszínen is munkálatok. A sietségnek elsősorban az időjárás az oka, ezek az utolsó napok, jó esetben hetek, amikor ilyen jellegű munkálatokra még sor kerülhet. Mindig örülünk, amikor egy újabb fejlesztésről tudunk hírt adni önöknek. Azt gondolom, hogy ígéretünkhöz híven évről évre teljesítjük ezeket az ígéreteinket. Itt most egy útfelújítást sikerül megint átadni, vagyis jobban mondva fogunk majd átadni, hiszen zajlik. A Bercsényi Miklós utca és a Tompa Mihály utca közötti szakasz felújítására 227 millió forintot fordított az önkormányzat. A munka során nem csak új aszfalt réteget kap az útpálya, de rendbe hozzák a járdákat és a kapu beállókat is, és a parkolási gondokat is
igyekeznek a felújítás során orvosolni. A lakóknak ez már egy elég régi kérése volt 2015 óta téma, hogy újuljon meg ez a szakasz itt. Most ebben az évben megújul itt ez az első rész, illetve a következő évben pedig a Tompa Mihálytól a Szent Mihály útig fog megújulni ez a szakasz. Most az első szakaszban megújul a Bercsényi utcától a Tompa Mihály utcáig, a következő szakaszban pedig a Arany Jánostól a Tompa Mihályig, és bízunk benne, hogy a lakók meg lesznek ezzel elégedve. Tulajdonképpen már közhely, hogy lassan lehetetlen szabad parkolóállást találni. Az útfelújítások tervezése során éppen ezért fő szempont a parkolóhelyek kialakítása. A parkolási gondok egész kerületszerte hatalmasak. Igyekszik az önkormányzat úgy kialakítani ezt az utcaszakaszt, hogy ilyen betonos beállók lehessenek, egy fél autóval föl lehet majd állni adott esetben a házak elé. Mivel jóval többen szeretnének majd a házuk előtt állni, mint ahány autóval még a felújítás után is lehetőség lesz erre, és mert a Bercsényi Miklós utca ahhoz keskeny, hogy egyszerre mindkét felén a forgalom akadályozása nélkül lehessen parkolni, az autósokat arra kérik, aki csak teheti, saját kertjében tegye le a kocsiját. Az Aporháza utca egy része is felújításon esett át az elmúlt hetekben. A 303 méternyi szakaszon, faltól falig rendbehozott közterületen most már zavartalanul közlekedhetnek és parkolhatnak az ott élők. Az Aporháza utcában vagyunk, amely 303 méteren újul meg a Fazekassor, illetve a régi Fóti út közötti szakaszon. Helyenként a járda állapota is megújult, mert olyan állapotban volt ez az útszakasz, ami nem engedhette meg azt, hogy a felújított pályaszakasz mellett a járdát úgy hagyjuk. Elsődleges szempont volt a fák védelme. Egyetlen egy csonkot vágtak ki ebben az utcaszakaszon, ami már abszolút megérett a kivágásra. A behajtók itt a házokhoz megújultak, ahol indokolt volt ennek a megújítása, illetve a nagy igénybevétel miatt az útpálya marása után egy két rétegű aszfalt kerül az utcaszakaszra. A vízelvezetés miatt mindkét oldalon az átépült szegély mellé egy plusz szegélysor épült, amit a korábbi vízelvezetés nem volt megoldott, és félreállítás segítő térburkolatok kerülnek beépítésre, ez is a fák és a növények védelmében kerül kialakításra, hogy így is a növényzet csapadékvízhez, illetve hát vízellátáshoz jusson. Az Aporháza utca az itt székhelyen rendelkező vállalkozások miatt nagy forgalmat bonyolít, így a most átadott szakasz folytatása is sorra kell, hogy kerüljön a közeljövőben. Ennek az utcának a folytatására, az útépítésre, illetve útfelújításra reményeink szerint a jövő évben sor kerül. Itt nagyon sok vállalkozás van az utca végén, akik jelezték, hogy nagyon rossz a közlekedés, és hát azért azt láttuk és látjuk most is, hogy nagy a forgalmi terheltség ennek az útnak, úgyhogy mindenképpen megérett ez az útszakasz, illetve az egész utca most már a felújításra, úgyhogy reményeink szerint a jövő évben befejeződik az Aporháza utca teljes hosszának a felújítása. Amíg, majd később, amint az időjárás engedi, folytatódnak az útpálya felújítások. Tennivaló bőven lesz mind a három kerület részben. A Demokrata Klub vendége volt dr. Komáromi Zoltán, egészségügyi árnyékminiszter. A fórum fókuszában az egészségügy jelenlegi állapota és jövőbeni lehetőségei álltak. Függetlenül attól, betegként vagy orvosként lát rá valaki az egészségügyre, nincs, aki elégedett volna vele. A kórházak adóssága, a hosszú várólisták, az orvoshiány és az utánpótlást jelentő egyetemisták egyre alacsonyabb száma ma már aggasztó. Többek között erről beszélt a dr. Komáromi Zoltán, egészségügyi árnyékminiszter a Demokrata Klub csütörtök esti fórumán. Nap mint nap jelennek meg olyan hírek, amik az embert megmozgatják abba az ügybe, hogy ez állami egészségügy az hogy kerülhet ilyen helyzetbe. A tegnapi nap híre volt, hogy 100 milliárd forint fölé került a kórházak adóssága, de ugyanígy megszűnnek osztályok, megszűnnek szakrendelések, arról nem is beszélve, hogy közel 800 háziorvosi praxisban nem találnak háziorvos, több mint 1 millió ember lakik olyan körzetben, ahol nincs háziorvos, de ami legmeglepőbb, hogy már Budapesten vannak üres praxisok, évek óta, tehát itt a 15. kerületben is három olyan praxist nem tudnak betölteni 2-3 éve, aminek még lenne is beteg forgalma, mert a praxishoz tartoznak 1000-1200-1300 beteg. Dr. Komáromi Zoltán a megoldást a komplett rendszer megreformálásában látja. A települési kerületi önkormányzatok visszakapnák régi jogosítványukat, magyarul
érdekeltek lennének abban, hogy a saját kerületükön, a saját településeken egy jól működő egészségügy legyen, akkor ehhez tulajdonképpen már hozzá lehet tenni olyan állami segítségeket, olyan pályázati pénzeket, hozzá lehet tenni olyan ösztönzőket a fiatal szakemberek irányába, hozzá lehet tenni azokat az oktatási reformokat, hogy például szakdolgozókat képezzünk, és ha azt mondom, hogy az egész országból összesen 15 ember jelentkezett közegészségügyi és járványügyi felügyelőnek, akkor egyszerűen látjuk, hogy penge élen mozog az egész egészségügy, közegészségügy, tehát ezt működőképesen kell tartani, és utána az önkormányzatok segítségével, a betegszervezeteknek a bevonásával újra kell gombolni ezt a mellényt, elkezdve az alapellátástól, folytatva a sürgősségi ellátáson, a járóbeteg ellátáson, és utána a kórházi ellátást már abban azon a szinten kell majd beállítani, amire ténylegesen szükség van, és ahol ténylegesen szükség van rá. Tudomásuk kell venni, hogy sajnos olyan szakember hiány van már most Magyarországon, hogyha egy működő egészségügyet akarunk, az csak nagyon jó szervezetten és nagyon jó finanszírozással lehet megcsinálni. A 15. kerületi dr. Vas László egészségügyi intézmény ezzel szemben mind budapesti, mind országos átlagban a jobb helyzetben lévő szakrendelők közé tartozik. Szakorvosai és orvostechnikai felszereltsége kevés kívánnivalót hagynak maguk után. Kifejezetten jó helyzetben vagyunk, kifejezetten jó műszerekkel, berendezésekkel. Még egy mammográfia lenne igazán célszerű, mert nagyon sok az emlőrákos beteg, de ezen dolgozunk, hogy a következő években ezt is beszerezzük. Az egészségügyi rendszer súlyos kihívásokkal küzd, és a problémák komplexitása okán nagyon sok pénzt felemésztő, de főleg igen mélyreható beavatkozással volna csak rendezhető a helyzet. Anélkül dr. Komáromi Zoltán szerint nincs esély a kilábalásra. Az őszi iskolai szünet idejére nyújt segítséget a Csokonai a szülőknek. A nyári napközi táborokhoz hasonlóan október 30-ától napközbeni programokkal várja az általános iskolásokat. Az őszi iskolai szünet sok szülő számára rémálom. Kivehető szabadságaikat karácsonyra tartogatják, az általános iskolás gyerekekre viszont vigyáznia kellene valakinek. A Csokonai most azzal nyújt segítőkezet, hogy a napközbeni elfoglaltságot, egyben kvázi gyerekfelügyeletet kínál ebben az időszakban, méghozzá a nyáron megszokott táborokkal. A pestújhelyi, az újpalotai és a kozáktéri közösségi házban, a csokonai rendezvényházban, a kikötő ifjúsági központban, illetve a 15. kerületi kulturális örökségháza és helytörténeti gyűjtemény falai között október 30-a és november 3-a között várják a 6 és 14 év közöttieket a különféle reggeltől késő délutánig tartó foglalkozásokra. Lesz hátizsákos táborunk, amikor bebarangolják itt a környéket hátizsákkal, lesz olyan, amikor a ligetet és környékét barangolják be, intézményeket látogatnak meg, valamint lesz pompommal és barátaival kalandozás, ez Csukás István karaktereivel egy kis mesetábor, és lesz jobb agyféltek és rajztanfolyam is. A táborokba kifejezetten az általános iskolás korosztályt várják, elsősorban azért, mert a foglalkozások jellege és mélysége őket köti, kötheti leginkább. Leginkább a 6-tól 14 éves korig tartó korosztályra terveztük ezeket a táborokat. A Csokonainak a felületén lehet jelentkezni a honlapon, a táborokra kattintva egy űrlap kitöltésével tudják majd leadni az érdeklődők a jelentkezésüket, és majd visszajelzünk ezekről. Bár az őszi szünet alatti táborokra október 24-ig lehet regisztrálni, nem érdemes halogatni a jelentkezést, mert a férőhelyek száma véges, egyes táborok iránt pedig nagy az érdeklődés. A tábor kínálatról a Csokonai web és Facebook oldalán érdemes tájékozódni, de a művelődési házakban hozzáférhető szórólapokat is érdemes olvasni. Újra tárt karokkal és kitárt kapukkal várja a leendő diákokat a László Gyula Gimnázium és Általános Iskola. A nyílt napok a világjárvány óta először adnak lehetőséget az iskola életébe való betekintésre. A 2023-2024-es tanévben végre visszatérhettek az oktatási intézmények a teljes jelenléti oktatásba. Nincs ez másképp a László Gyula Gimnázium és Általános Iskolában sem, ahol idén újra nyílt napokkal és előkészítő foglalkozásokkal várják a leendő diákokat. Bekni Krem Andrea igazgatónőt a programokról és az iskola választásról kérdeztük. Mi úgy tervezünk mindent, ahogy a régi szép időkben tettük. Indulnak a nyílt napjaink, mindegyik tagozatunkon.
iskolanyitogatók a kicsiknek, szokásos módon. Indulnak a gimnáziumi előkészítőink is, november 13-án lesz az első, 27-én még egy, amikor szülői tájékoztatót is tartunk, tehát gimnáziumi nyílt napunk lesz, ezek mind fenn lesznek a honlapunkon, úgyhogy meg lehet majd nézni, tájékozódni, és mindenkit szeretettel várunk, jöjjenek. Tudom, hogy ilyenkor azt is szokták csinálni, hogy még kisebb a gyerek, de már eljönnek, hogy még több tapasztalatot gyűjtsenek. Ez nagyon helyes. Én azt gondolom, hogy ez a helyes szülői magatartás, meg kell szagolni, meg kell nézni egy kicsit egymást, minden intézménynek van egy étosza. A belépek egy intézménybe, rögtön érzem, hogy ott köszön-e a gyerek, leveszi a sapkáját, mik az elvárások. Tehát van egy benyomásom. A világjárvány persze nem múlt el nyomtalanul. Pedagógusok és diákok egyaránt megtapasztalták ennek az időszaknak az előnyeit és hátrányait. Az igazgatónő úgy látja, összességében mindenki profitál abból, hogy a jelenlegi tanévben már teljesen a jelenléti oktatással számolhatnak. Én azt tapasztalom, hogy a fiatal generáció, miután a digitális világban jobban eligazodott eleve, nem érezte magát annyira rosszul, másik oldalon pedig rettenetesen rosszul érezte magát, mert nekik kimaradtak azok a dolgok, amik egy 16-17-18 évesnek nem szabad, hogy kimaradjon az életéből. Úgyhogy ők nagyon lelkesek és nagyon hálásak, hogy végre iskolába járunk. Volt olyan diákunk egyébként, nem is egy, aki a Covid ideje alatt könyörgött, hogy hadd jöjjünk be, legalább kis csoportban. Ugye aztán jöttek a könnyítések, hogy 5-10 fős, könyörögtek, hogy bejöhessenek. Tehát azért ilyenkor kiderül, hogy az ember társas lény. Nem lehet megúszni azt, hogy az ember szocializálódjon, együtt legyen. Tehát a hozadéka talán az, hogy még jobban tudjuk értékelni a közösség erejét. Az iskolaválasztás során egy család meg annyi szempontot vesz figyelembe, mindenkinek mások a prioritásai, ám abban egyetértenek a szülők, hogy a gyermekük számára a legjobb intézményt keresik. Ennek a mikéntjéről a jövő heti hírtükörben hozunk önöknek egy hosszabb összeállítást. Függőségektől a stresszig. Szakmai napot szervezett a Drogprevenciós Alapítvány. Vándor kiállítás Újpalotán. Egy hónapig vendégeskedik a főtéren a sajtófotó kiállítás. Mezei futóbajnokság. Nem csak a helyezésekért, a mozgás öröméért is futottak. Győzedelmeskedett a Reac. Behúzták a 3 pontot az Eger ellen. Együtt gondolkodó napot, azaz szakmai előadásokkal teli konferenciát szervezett a Drogprevenciós Alapítvány. A fókuszban, mint korábban, ezúttal is a gyerekek és a fiatalok álltak. A szakemberek azokra a kihívásokra és kockázatokra kívánták felhívni a figyelmet, amelyek a 18 év alattiakra várnak, és amik akár egy életre tönkre is tehetik őket. Függőség, bántalmazás, elhanyagolás. Csak a 3 leggyakrabban említett veszélyforrás, ami a kamaszok, de akár a náluk fiatalabb gyerekeket is fenyegeti. Van azonban még egy, amiről a többihez hasonlóan muszáj beszélni, mert az okoz hasonlóan rombol, ez pedig a stressz. Az idei együttgondolkodó napnak a stressz leküzdésének módszerei, lehetőségei, illetőleg a stressz és az addiktív viselkedések összefüggései kérdései állnak. Ezért az előadók között is lesznek olyanok, akik kifejezetten a gyerekek, fiatalok stresszéről fognak beszélni. Ha stresszről hall az ember, elsősorban a munkahely és úgy általában a küzdelmes mindennapok jutnak eszébe forrásként. Ám arra már jóval kevesebben gondolnak, hogy bizony a gyerekeket is erősen érintheti mindaz, amit felnőttekhez kapcsolunk. A gyerekeket is rengeteg stressz éri, akár egyébként ugye a magzati életben is érheti stressz a gyereket. Például ha az anya stresszes életet él, akkor ugye ezt különböző stresszhormonok szabadulnak fel, ami bekerül a véráramba, és ez a magzatot érinti. A szülőket érő stressz, az tulajdonképpen a gyerek számára is stressz, nem is beszélve az egyéb környezeti ártalmakról. Az együtt gondolkodó napok elsősorban azoknak adhatnak sokat, akik az úgynevezett jelzőrendszer tagjai, mint amilyenek például a pedagógusok.
hogy egy fiatal időben is, ami legalább ennyire fontos, megfelelő kezekbe kerüljön, ahhoz sokszor az első lépés annak a felismerése, hogy van kihez fordulni. Nagyon fontos, hogy tulajdonképpen segítőknek, iskolában dolgozó pedagógusoknak, szociális munkásoknak, pszichológusoknak is kis iránytűt mutathassunk abból, hogy mi mit teszünk, és mit tehetünk közösen egy gyerekért, egy családért, egy bárkiért, aki hozzánk fordul. Úgyhogy akkor érezzük magunkat sikeresnek, hogyha az előadások lementek, volt hallgatóság, vannak kérdések, és később kapunk megkereséseket. Az együtt gondolkodást tehát együtt cselekvés követi, és minél több társszerv kapcsolódik be a folyamatba, a siker annál valószínűbb. Sok esetben ugyanis éppen az indítja el a változást, hogy egyáltalán van, aki felismeri a problémát, és azt is érti, hogy az miben gyökerezik. A 41. magyar sajtófotó kiállítás vándorkiállítás formájában járja be az országot. A következő egy hónapban új palota főtere ad otthont a képeknek. A 15. kerületben 2023 elején debütáltak a hazai sajtófotósok legjobbjai. A 40. magyar sajtófotó kiállítás díjnyertes képei ugyanis egy hónapig a Hubay Jenő térre költöztek. Idén ősszel pedig Újpalota és a főtér részesült abban a megtiszteltetésben, hogy a KAPA központ után a 41. magyar sajtófotó kiállítást vendégül láthassa. Cserdini Németh Angéla polgármester megnyitóját követően Bánkuti András fotóriporter méltatta az alkotókat, akik rendkívül változatos témákat dolgoztak fel és tettek le a zsűri asztalára. Nagyon jó érzés volt visszatérni, rengeteg ember kíváncsi a fotográfiára szerencsére, és ez egy nagyon jó helyszín, talán még jobb, mint az előző. Nagyon sok ember jött már, amikor építettük, néztük, nagyon érdekes volt, hogy milyen őszintén beszélnek a problémákról is, amiket látnak a képeken. Ez kifejezetten jó, hát három részre vettük így az anyagot, és találnak mindent igazából. Az ukrán konfliktust is meglátják, a magyar valóságot, azaz helyenként a szegénységet, és ugyanúgy látnak sportképeket, kulturális képeket, szerencsére nagyon jó íróportrék vannak, és azt hiszem, hogy minden dolgot bemutattunk, ami nagyon fontos volt Magyarországon a tavalyi évben. Ugye, amikor különböző újságcikkeket olvasunk, különböző fotóriportokat nézünk, akkor azért mindig egy pici szegmensét látjuk csak annak, ami úgymond a valóság. Itt azért nagyon koncentráltan találhatunk nagyon-nagyon nehéz témákat, és amikor ezekre a tárlatvezetésekre sor kerül, akkor mik azok a legtipikusabb reakciók, amik érkeznek, vagy mik azok a kérdések, amik a képekkel kapcsolatban akár ismétlődően elhangoztak több helyszínen is? Hát a legtöbb kérdés az, hogy ez megjelenhetett-e, nem jelenhetett meg, mert tudjuk, hogy a magyar sajtóban azért vannak orgánumok, ahol nem jelenhetnek meg valóságot, nagyon ábrázoló képek, és, vagy tényfeltáró képek, más publikációkban szerencsére még igen. Itt minket az befolyásol, hogy nem is érdekes, hogy megjelent, vagy nem jó kép legyen, és az igazat mondja. És egy nemzetközi zsűri dönti el, egy magyar van benne, és úgy gondoljuk, hogy ez egy tényleg világszínvonalú szint, amit a magyar fotográfusok hoznak évről évre. A soron következő 42. pályázat szervezése már megkezdődött, a 15. kerületiek pedig kíváncsian várják, hogy jövőre vajon melyik kerületrészt érheti az a szerencse, hogy egy hónapig kiállítótere lehet a legjobb hazai sajtófotóknak. Idén is nagy érdeklődésre tartott számot a Ráte jótékonysági főzőversenye. A csapatok kreativitásban és ízvilágban is kitettek magukért. Nem telhet el ősz a rászorulókat támogatók egyesülete jótékonysági főzőversenye nélkül. A programnak idén is a főtér adott otthont, és a régi megszokott szereplőkön túl új résztvevőkkel is bővült a csapatok sora. 15 állomást alakítottunk ki, tehát annyi a főtérnek a befogadó képessége, 12 civil szervezet, pontosabban 10 civil szervezet és 2 párt volt az, aki részt vett ezen a jótékonysági főzőversenyen. Az, hogy pontosan hány adagételt főztek meg a csapatok, azt nyilván nem tudjuk mérni, de nagyon sokan látogattak el a főtérre.
Én azt gondolom, hogy az egyik legjobb, ha nem a legjobb főzőverseny volt az idei. Tavaly először vett részt ezen a főzőversenyen a Csendbuddhista Egyház. Nagyon más ételt készítettek, mint amit ugye a magyar konyhában megszoktunk. Tavaly egyébként ezzel meg is tudták nyerni a versenyt. A marha pörköltől a gulyáson át, a pásztortarhonyát, tehát mindenfélét készítettek a versenyzők. Az Egyesület már készül a hagyományos adventi ételosztására is, melyen minden évben tartós élelmiszercsomagokkal és egy tál meleg étellel várják a rászorulókat. Idén azonban, mivel aranyvasárnap december 24-ére esik, egy nappal korábban, december 23-án veszik majd birtokba a főteret a jótékonysági akcióhoz. Karácsonyi ételosztást, illetve csomagosztást, mert nem csak ételt szoktunk, tartós ételt is, illetve abban esetleg még lehető ruhanemű is van, tavaly vagy tavaly előtt zoknit is osztottunk, vagy azt is tettünk a csomagba. Ennek a szervezése az most zajlik. Lesz még egy programunk addig. Tavaly kitaláltuk több civil szervezettel együtt, illetve a csokonai segítségével, hogy készítünk egy nagy adventi koszorút a főtéren, és advent vasárnapjain minden vasárnap készülünk valamilyen programmal, zenés programmal, táncos programmal, ami illik a karácsonyi készülődéshez, és akkor kerületünk városvezetői, egyházfői és civil vezetői együtt köszöntik a megjelenteket, ez idén is lesz. Az adventi készülődést bár még távolinak tűnhet, érdemes felvésni a naptárakba. A kerület adventi koszorújának ugyanis tavaly is hatalmas sikere volt. Az ünnepek közelettével pedig mi más is nyújthatna igazán jó lehetőséget a ráhangolódásra, mint egy közösségi élmény. A Központi Statisztikai Hivatal a Magyar Nemzeti Bank megbízásából a 15. kerületben december 18-áig hajtja végre a háztartások vagyoni helyzetének, jövedelmi viszonyainak, fogyasztási és megtakarítási szokásainak feltárására irányuló Miből élünk? Című adatfelvétel negyedik hullámát. A felmérésben az Európai Unió valamennyi tagországa részt vesz. A kerületben több mint 15 000 háztartást keresnek fel a kérdezőbiztosok. Az október 2-án elindult terepmunka során fényképes igazolványal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik közreműködésével december 18-áig személyes vagy telefonos válaszadásra, valamint internetes önkitöltésre van mód. A válaszadás önkéntes. A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célra összesítve egyedi azonosítás nélkül bocsátja az Európai Központi Bank rendelkezésére. A KSH az interneten válaszolóknak 10 000, az interjús kikérdezésben résztvevőknek 5 000 forint értékű vásárlási utalványt juttat el postai úton. Egész nap bemutató órákkal várták a sportolni kezdő és újrakezdő kerületieket az Újpalota Fitness Centrumban. A korábbi szolgáltatások mellett új óratípusok is megjelennek az őszi kínálatban. A B-Active Day részese lehetett idén Újpalota is. Az állapotfelmérések és tanácsadások mellett bemutató órákkal és termékkóstoltatással várták az egészséges életmódot választókat a kerületrész egyik legnépszerűbb edzőtermében. A szeptember végi programról dr. Budai Balázzsal, az Újpalota Fitness Centrum vezetőjével beszélgettünk. A mai csúnya idő ellenére, mert hogy a csúnya idő visszaszokta fogni a látogatási kedvet, egy jó erős hétköznapot hoztunk. Ez nálunk azt jelenti, hogy egy olyan 250-300 belépőnk volt ma, ami egy erős hételei hétköznapnak felel meg. Nagyon sok volt az új vendég, tehát a kampányunk az valószínűleg célt ért. Meglátjuk, hogy mennyien fognak megtapadni, mert hát nyilván a kampányszerű események azok kampányszerű sportolással járnak együtt. Két hét múlva beszélgetünk, el tudom mondani, hogy hány bérletesünk lett ebből. Kettő olyan foglalkozásunk van, ami a tavaszi órarendben nem volt benne, és az ősziben meg valószínűleg benne lesz. Az egyik a zumba mellett valószínűleg indul egy ilyen táncosabb foglalkozásunk, ez a salsa típusú mozgásokra épül. A másik pedig egy intervall edzés, ami egy funkcionális, nagyon jó fajta, különböző felkészültségű vendégeknek szóló mozgásforma.
az most egyébként 10 perc múlva kezdődik, tehát bele is tudtok nézni. A programba valóban belenéztünk, ahogy korábbi látogatásainkkor más foglalkozásokba is. Ami szembetűnő volt, hogy az edzőteremben és az órákon is elég változó létszámmal találkozhatunk. Ennek az okát is megpróbáltuk kideríteni. Ha szomorú embereket látsz, akkor azok többnyire nyáron vannak konditermesek, mert hogy nyáron a konditermek általában félházzal mennek, vagy még annyival sem. Mondjuk ebből a szempontból Újpalota nem olyan rossz, de a nagy újrakezdések azok meglepő módon szeptemberben szoktak bekövetkezni. Szeptember, október, novemberre már egy picit lanyhul, decemberben majd jövőre, januárban vannak az igazi nagy újévi fogadalmak, és az el szokott menni tavaszig. Jön a jó idő, előkerülnek a nyári ruhák, és akkor kiderül, hogy 2 mérettel vagy 3-mal nagyobbak vagyunk, mint a tavalyi nyári szekció, és akkor április végétől megint egy ilyen felívelő hullám szokott lenni, és ez kitart a június végéig mondjuk, és akkor viszont mindenki beletörődik, hogy marad a lángos, meg a lángos test, és akkor majd talán szeptemberben. Tehát a szeptember az jó, egyébként az is egy újrakezdő hónap. Közel 400 kerületi gyerek versengett az első helyért kedden a Budai 2 László stadion futókörén. A korcsoportok szerinti bontásban rajthoz álló gyerekeket láthatóan nem csak a helyezések motiválták, de magát a mozgást is élvezték. Amennyire utált tevékenysége a testnevelés óráknak a futás, annyira népszerű és kedvelt akkor, ha nem kötelező, hanem díjakért folyó versenyként zajlik. Az ősz kezdetére időzített mezei futás az ilyen kerületi sportversenyek egyike. Évente több száz gyerek nevez és vesz rajta részt, önmaga és iskolája dicsőségére. Mint a diáksportversenyeken is, az országos diáksportversenyeken 6 korcsoport van ebben a mezei futásban. Első osztálytól egészen gimnázium 13. osztályáig versenyezhetnek a diákok. Előnevezésként 400 körüli tanuló létszámmal kalkuláltunk. Ez az időjárás és a betegségek miatt változott. Kicsit kevesebb, de még mindig 350 fölött vagyunk. Tavaly is 320-350 körül létszám volt ezen a versenyen. Hogy a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is több száz gyerek állt rajthoz, az nem csak a kihívás keltette motivációnak köszönhető, hanem azoknak a pedagógusoknak is, akiknek az iskolán kívüli értelmes és hasznos elfoglaltság nyújtása legalább annyira fontos, mint a tananyag átadása. Azt gondolom, hogy a legnagyobb köszönet a felkészítő pedagógusoknak jár, hiszen azért, ha egy kicsit rossz érzés, de el kell mondanom, ugye, hogy ez a tankerületi központnak a feladata lenne, ennek a megszervezése, de az önkormányzat nem hagyja magára az iskolákat, még ha el is vették tőlünk. A 15. kerület önkormányzata kifejezetten sporttámogató szemlélettel igyekszik rendszeres, és amilyen gyakran csak lehet a mezei futáshoz hasonló soron kívüli testmozgásra ösztönözni, akkor is, ha az önkormányzati források terhére tehető csak meg. Aki esetleg figyelemmel követte a kerületi sportéletet, de az elmúlt évben, amikor ez a megszorítások az önkormányzatot elérték, ugye akkor megkongatták a vészharangot a fideszes képviselők, hogy nem kapják meg az egyesületek a támogatást, mert akkor is elmondtuk, hogy nem, meg fogják kapni a támogatásokat februárban, amikor a következő módosításra sor kerül, hiszen nekünk is tervezni kellett, látni kellett, hogy mind az energiaáremelkedések, mind pedig azok a tényleg megszorító intézkedések, amit az önkormányzatokkal szemben a kormány foganatosított, ez mennyire nehezíti meg a költségvetést, de szerencsére örömhír volt, és már előre tudom prognosztizálni, hogy jövő évben is, a 2024-ben is ezt a támogatást meg fogjuk adni. Nem a mezei futás volt az idei utolsó olyan 15. kerületi atlétikai verseny, ahol az utóbbi években a reneszánszát élő futásért lelkesedők indulhatnak. Az évek óta szintén népszerű október 23-ai emlékfutásra is lehet már nevezni, egyéni és iskolai csapatként egyaránt. Három pontot húzott be múlt hétvégén a Reac. Az Eger elleni 1-0-ás győzelemre mind a szurkolók, mind a játékosok nagyon vártak már. A listavezető Putnok majd a tabella második helyén álló Cigánd után az Egerese csapatával játszott a Reac az NB3 északkeleti csoportjának 10. fordulójában. A mérkőzés kezdetén kiegyenlített erőviszonyok mellett zajlott a játék. A csapatok jellemzően a középpályán próbálták legyűrni egymást, sikertelenül. Lustyik indítását követően Tóth György kapott labdát, ám a labda végül a kapufán kötött ki. Az Eger első érdemi kísérletére még többet kellett várni. A Hevesi
kisiek a félidő végén jutottak el a Reac kapujáig, egy eladott labdát követő passzolgatásból gurított erőtlenül Balázs Patrik a kapu felé, ám Dulka simán védte a helyzetet. A második félidő kezdetén az Eger tűnt kezdeményezőbbnek, ám végül az első és egyben a mérkőzés egyetlen találatát a Reac szerezte meg a 63. percben. Az egri védők hibáját követően Lustyik szerzett labdát, az üresen álló Tóth Gyurihoz passzolt, aki elegánsan a hosszúba helyezte el azt. A rákospalotaiak ezzel értékes 3 pontot szereztek, a szurkolók pedig bíznak benne, hogy egy nyerő széria kezdődött meg a csapat számára, mely most hosszú heteken keresztül kitart majd. Minden győzelem nagyon fontos, tehát teljesen mindegy, hogy a utolsó helyezettel játszunk, vagy az elsővel. A lényeg a 3 pont megszerzése, ami az utóbbi időben az igaz, hogy nem sikerült, de azt tudomásul kell venni, hogy a Putnok az első, a Cigán a második, és ezekkel játszottunk, és letudtuk ezeket az első 2-3 helyezett csapatokat. Tehát most már olyan csapatok jönnek, akik ellen eredményeseknek kell lennünk. Nagyon örültünk a győzelemnek. Azt hiszem, hogy a játékunkkal nem voltam maradéktalanul elégedett, nem játszottunk jól, de sajnos ilyen a, tehát nem tudunk más mondani, ilyen a futball. Amikor jól játszol, akkor kikapsz, amikor rosszul játszunk, akkor nyerünk 1-0. A futás, a gyorsaság, a agresszivitás, az ütközés, ezekben elég jó a csapat, tehát ilyen 60-70-80%-ban megnyerjük a párharcokat. A futballba kell, amire törekszünk is, tehát próbálunk ezzel javítani, de az nagyon nehéz sajnos. De azért, amit próbálunk, azt jól csinálják a srácok, és nagyon fegyelmezetten játszanak. A 11. fordulóban Debrecenbe látogat a csapat. Hazai pályán legközelebb a Tiszaújvárost fogadják, október 22-én. Tetszik vagy sem, nyakunkon az ősz, vasárnaptól már új évszakot írunk. A szombat még kellemesnek ígérkezik, a reggeli pára és kötfoltok feloszlását követően napos, száraz időnk lesz, csapadékra még nem kell számítani. Többfelé élénk, helyenként erős lehet a szél, napközben 23 és 28 fok közé melegedhet a levegő. Vasárnap erős hidegfront érkezik, melynek hatására megnövekszik a felhőzet, és többfelé eső, zápor alakulhat ki. Az élénk, erős, helyenként viharos szélben már csak 11-20 fokot mutathatnak napközben a hőmérők. Hétfőre kitisztul az ég, túlnyomóan napos, száraz idő várható. A szél többfelé lesz élénk, néhol erős, néhol gyenge fagy várható reggel, délután 12-17 fokig melegszik a levegő. Köszönjük figyelmüket, jövő héten is várjuk Önöket, viszontlátásra!